Nagyon túl nehéz. Kit szoktál legszívesebben hallgatni? Kik azok az zongoristák, akiket te mondjuk lemezről, vagy CD-ről, vagy élőben a legszívesebben hallgatsz? Azt nem mondom, hogy példaképek, mert nem biztos, hogy azok. Kiket hallgatok szívesebben? Minden műfajban mást. Vannak itthoni kedvenceim Ne is. hozzám ez a horba! Vigyük Bogányi Gergely, Grigori Szokolov, orosz zongoraművész, Nikolász Lugánszki, Kocsis Zoltán. Nagyon sok olyan zongoraművész van, akit nagyon szívesen meghallgatok és tisztelem őket. De egyiket sem tekintem példaképemnek. akkor melyik az az út, amiről most úgy gondolod 2009-ben, hogy a te utad? Látod már azt az utat? Nem. Még nem. Nagyon kiforratlan, mind Magyarországon a helyzet, hogy mégis hol lehet elhelyezkedni. Egy zongoraművésznek világot kell járnia ahhoz, hogy meg tudjon élni, és megismertesse a zenét az egész világnak a nézőközönségével. Nem lehet előre látni. Jön, ahogy jön. Itt meg a műsornak a végén most is eljött az idő, hogy úgy nagyjából elmondjad nekem, mik azok az eredmények, amikre ebben az évben olyan különösebben büszke vagy. Azt hiszem, hosszú lesz a lista. Hát ebben az évben bekerültem a Bartók Béla konzervatóriumban, ahol Hargitay Imre tanár úr vett a keze alá, a szárnyai alá, akiben nagyon megbízok, és nagyon szeretem őt, és nagyon jól tudunk együtt működni, együtt dolgozni. Ebben az évben egy nagyon nehéz országos szakközépiskolai zongoraversenyt rendeztek, melyen az ország összes szakközépiskolájából a legjobbakat összeválogatták, több válogató, több selejtező volt, és a legvége az egy kétnapos, kétfordulós Békés Csabai zongoraverseny volt, ahol az ország legjobbjai összemérhették tudásukat, és ezen a versenyen kategóriámban első helyezett lettem, illetve az abszolút első helyezést is nekem adta a zsűri, illetve Chopin műelőadásért kitüntettek Ferenczi György művészeti díjjal. Mit csinál Becker Dávid legszívesebben, mikor nem zongorázik, vagy nem tanul, vagy nem valami lemez hallgat? Mivel foglalkozik? Horgászni megy, szakácskodik, vagy pedig mit tudom én, esetleg sakkozik? Mivel foglalkozik Becker Dávid? Hát általában a szabadidőmet azt a sportnak szentelem. Nagyon gyakran úszok, focizok, barátokkal együtt vagyok, biciklizek. Minél többet szabad levegőn, és minél többet próbálom kiszellőztetni a fejemből a sok hangot, ugyanis egy idő után, az 6-7 óra gyakorlás után az a sok hang benne marad az ember fejébe, és borzasztóan összecsengenek, és ezt jó kiszellőztetni egy idő után.